Sergej Rebrov azt mondta, hogy nem érdekli a tabella. A Ferencváros az elmúlt 5 fordulóban értékes pontokat hullajtott el, az utolsó 5 meccsükön mindössze 2-szer nyertek, és 2 alapemberről szóltak a hírek, hogy kidőlt a csapatból, Spirovski, illetve Petriák. Nos, Petriák végül vállalni tudta a játékot, és Spirovskit pedig Frimpong helyettesíti, viszont Böde nincs most ott a kezdő 11-ben Láncafáme mellett. Ami pedig a vendég Kisvárdát illeti, eddig az NB1-ben ők kapták a legtöbb gólt, 32-t, és a vendégek az utolsó 6 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek. Idegen légiós dömping, talán így lehetne ezt lefordítani, mindössze 2 magyar a kezdőben, Vári és Gosztonyi. Most jöhet a szöglet, bizony Varga Roland kapja a legurítást, ott érkezik Frimpong, és vezet a Ferencváros. A sokadik szöglet variáció végül is meghozta a vezető gólját a Ferencvárosnak. Az előre húzódó Frimpongra senki nem figyelt oda, az ő fejesével megvan a vezetés. 21. perc. Hosszú idő után került be ismét a csapatba, itt lehet látni, hogy elszakad az emberétől, és 11 méterről, vagy 10 méterről inkább szépen bólintja le. Ez egy kellemetlen fejes volt, hiszen pont lepattant Felipe Santos előtt, megszerzi a Fradi a vezetést. Petiak visszanyesi még középre Leandro. Újabb ferencvárosi szöglet következik, még egyszer megnézhetjük. Óriásit kellett Felipe Santosnak védenie, akár be is akadhatott volna. Itt az újabb lehetőség, ott a kipattanó labda, hatalmasat védett Felipe Santos. Gorjarán majdnem gólt szerzett, de marad az 1-0. Remekül jött be ez a labda, és megpattan még Gorjarán lövése, egészen pontosan Kornél Enén. 33. perc. Varga szöglete, át a hosszú oldalra, Leandro fejel bele, ott a lehetőség, gól! 2-0 a Ferencvárosnak. Ha jól láttam, Blazsics húzódott előre, és egy nagyon érdekes szituáció volt, mert gyakorlatilag, mint egy kosaras lent, egy center fogta a pozíciót, és nem engedte, hogy ellökjék. Itt van a gólszerző Blazsics. Na innen fogjuk majd igazán látni, ugye megy be, folyamatosan ott van, hogy tartja maga mögött az emberét, és nem engedi, hogy lerántsák, hanem félfordulattal bepiszkálja a kapuba a labdát. Ezért a szószoros értelmében nagyon megdolgozott. Blazsics 2-0. Már-már bödei erényeket csillogtatva fedezte ezt a labdát. Lovrencsics. Láncafáme középen várta volna a labdát, egyelőre muszáj hátrafelé járatni, most lehet jó, Láncafáménak kapufa! Marad a 2-0. Hát ha Láncafáme fejese bement volna, és még beleért talán Felipe Santos Újhegyjel, akkor azt hiszem, hogy nem nagyon kéne arról beszélni, hogy mi lesz a második félidőben. Sassa. Nem is volt ez rossz elképzelés, Dibusz jön, ott pattog a labda, nem tudta Dibusz elütni, és végül besegített neki Frimpong, úgyhogy gyorsan le is pacizott vele Dibusz. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt, az eddigi legnagyobb lehetősége a Kisvárdának. Petriak, megnyílt előtte a terület. Ez is jó még, Leandro egyedül van középen, ki tudja passzolni a labdát, Varga Roland fölé lövi. És akkor most lesz idő mindenre szépen visszanézni. Dibusz jön, elvileg el kellett volna, hogy vigye azt a labdát, és Frimpong kisegítette, még mielőtt Gosztonyi eszmélhetett volna. Varga Roland, ott a kipattanó labda, a Leandro kapás lövése, még ez is jó, lekészíti Petráknak fölé. Nagyon szépen csinálta Leandro, megtehette volna, hogy ellövi ezt is másodjára, de fölmérte, hogy Petrák nagyon szépen ott van üres területen, és gyönyörűen kínálta le neki. Varga Roland eléggé kiszorított helyzetben. Lovrencsics. Böde még le tudja fejelni, Petriák! És a kapu fölé emel. Böde próbálta neki lekészíteni. És Petriák még abból nagyon éles szögből is szépen benyeste. Üresen mehet Lovrencsics, legalábbis viszonylagosan üresen, aztán Varga Roland, hát a meget Enével,
Lovrencsics elindul vele befelé, ballal ellövi, hosszúra kapufal! Eléggé váratlanul érte Felipe Santos meg az egész kisvárdai védelmet, hogy Lovrencsics Gergő nem cipelte tovább a labdát, hanem előtte. Bizony, bizony! Ez kicsit lejjebb megy, akkor ez bizony bemegy. És a játékvezető lefújja a találkozót. Két gól és két kapufa, 2-0-ás győzelem tehát a Ferencvárosnak. Legyőzik a Kisvárdát, amely továbbra is nagyon nehéz helyzetben. A Ferencváros pedig hozta a Grupama Arénában a kötelező győzelmet.